egyre hűvösebbek a reggelek, a hét második felétől pedig már mínuszfokok is előfordulhatnak. Ilyenkor az autóval közlekedőknek számítaniuk kell arra, hogy megnő a fékút, és ezzel együtt a féktávolság is. A téli gumik alapanyaga különbözik a nyári gumiabroncsokétól, amely ennek következtében alkalmassá teszi azt a megváltozott körülmények közötti használatra. A szakemberek szerint akár már október közepétől érdemes lehet lecseréltetni a nyári gumikat. Amikor 6 fok alá süllyed a hőmérséklet, de én szerintem október 15-e után az időjárás veszélyétől függetlenül érdemes megindulni. Aki keveset közlekedik, annak nyilván érdemes hamarabb, nem kell sorba állni, nem kell feszültséget gerjeszteni sem magában, sem másokban az embereknek, és akkor biztonságosan közlekedhet. A rendőrség közleményében kéri az autóval közlekedőket, hogy bár még számíthatunk a napokban 10 Celsius fok fölötti hőmérsékletre, azonban már egyre gyakrabban lehűlhet a hőmérséklet 7 fok alá, ezért a biztonságos közlekedés érdekében érdemes minél hamarabb gumit cseréltetni. A téli gumi az egy egész más tapadást biztosító gumifajta, amit téli időszakban azért célszerű használni, bár jogszabály ezt Magyarországon még nem írja elő, mivel egészen más a tapadási, megállási feltétel ugyanazon útszakaszon egy téli és egy nyári gumival. A téli gumi az adott időszakban télen sokkal jobb és biztonságosabb közlekedést tesz lehetővé. A téli gumiabroncs mintázata sűrűbb és lényegesen több lamella található rajta. Ez a gumi tapadását és így a biztonságos közlekedés segíti elő. A rendőrség arra is felhívja a figyelmet, hogy a gumik gyártási idejét is szem előtt kell tartani. Ezt a gumifalán található úgynevezett dotszámból lehet megtudni, amely a gyártási évet és a hetet mutatja meg. A 6-7 éves abroncsok habár lehet, hogy a mintázatuk alapján és a bordamélységük alapján is még kiválónak tűnnek, azonban már legalább annyira veszélyesek lehetnek a téli közlekedésben, mint a nyári gumik.